far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a nagyszerű szerdai estén. A HSF 1-jel 5. szezonjának nyitó futamát tekinthetik majd meg a kedves nézőink. Az Ausztrál ugye jól ismert Melbourne a helyszín. A felállás pedig a brigádunkban változatlan. Marsan Ándor és ugye hát a magyar operatőrdíjas Orbán Péter lesz majd itt a segédünk a háttérben. Hát eltelt egy kis idő, azt gondolom, az előző szezon vége után, de újra itt van. Ugye a HSF egyel is töretlenül ugye folytatódik ez a széria, ami eddig is. Marsan Ándor, köszöntelek téged itt, megérkezett közben, hozta a sört a hűtőből, ugye kizavartam, hogy valami innivaló legyen. Suma. Köszöntök én is mindenkit. Csodálatos szerda éjszakán, vagy estén. Ugye itt még világos van Melbourneben, tehát itt az időeltolódás miatt is kellett itt így összehoznunk a dolgot. Hát érdekes lesz, vagyis hát én nem tudom, a futam, de hát ezt majd meglátjuk. Érdekesnek ígérkezik igazából, ugye visszakerülnek ugye a V8-as motorok. Ugye új szezon, mindenki tiszta lappal indul. Ha minden jól megy, a szezon végén lesz egy bajnokja is, a ligának egy új bajnoka, vagy egy régi új bajnoka. Viszont bajnok mindenféleképpen lesz. Az 5 szezonból ez a második olyan szezon, amikor címvédő nélkül kezdik meg ezt a... Hány futam? Minden zsinórban így van, 18 futam lesz ez igen, a szezon. Zsinórban második olyan. Tehát ez is érdekes már, így is. Hát szóval, szerintem nézzük meg ezt az Ausztrál nagydíjat. Így van, én is így gondolom. Orbán, én átadom neked, indíts nekünk valamit.
Na tehát akkor nézzük is, hogy mi a felállás. Azt mondja, hogy Bagi Norbert lesz a pole pozícióba. Ő szerezte meg a pole-t torony magasan viszonylag. Második helyen van Marsa csapattársa. Ferrari első sor, amire rég nem volt például, ha emlékeim. Jó. Mostanában nem látunk ilyet. Az biztos. Harmadik helyen Tóth Miklós a Caterham-mel. Ez érdekes. Spenóttal. Sági Dávid a negyedik pozícióval Lotus-szal. Raffai átkerült a Force Indiába. Ő az ötödik helyen van. Tehát erre majd később kitérünk a csapatokra is, hogy ki hogyan. Így van, Kis Barnabás újoncként hatodik helyet szerezte meg egyben az első futamon. És Várhegyi Bence is szintén újoncként áll rajthoz ebben a ligában. Hetedik helyet szerezte meg. Elekes Csaba visszatérőként, viszonylag visszatérőként. Nyolcadik helyen a Mercedes-szel. Kilencedik helyen Lotus-szal Benkő László, Sági csapattársaként. És Varga Tamás is újoncként indul a ligában, de már úgy nagyjából mindenki ismeri, a tizedik helyre kvalifikálta magát. 11. helyen Pécsvári a Red Bull. A Red Bull elég hátul van tavalyi szezonhoz képest. De majd meglátjuk, hogy mi sül ki az egész szezon alatt ebből az egészből. És így van, 11-en állnak rajtad ezen a futamon. Voltak hiányzók, egyéb okok miatt. De hát van ilyen, ez mindig belefér, úgy gondolom. Lassan véget ér is a felvezető kör. Próbálják még egy srác kicsit megtornázhatni azokat a gumikat. Hát Tóth Miklós szerintem egy eléggé számára ismeretlen helyzetben van. Caterham-mel. Úgyhogy én rá egy fél szemmel így vigyelnék a rajtnál, hogy ő mit fogok csinálni. Így van, annyit jegyeznék meg, hogy a két Ferrari a lágyabb keveréken fog rajtani. Tóth Miklós viszont nem. Ő a keményebb, ja, közepes keveréken rajtol majd. Igen, így van. Tényleg nem ezt látjuk, de ezt mi tudjuk utólag. Kedves nézőink, még mielőtt becsatolnák a biztonsági öveiket, azért sziszeneljenek a sörök nálunk itt a kommentátori állásban. Így van, egészségükre. Na, nézzük akkor. Tehát, elkezdődik a tombolás ebben a szezonban, amit majd a két Ferrari kezdhet meg az érről. Bagi, Marsa, Tóth az első három. Nézzük a rajtot. Gyullannak a lámpák, és hamarosan elalszanak, el is alszanak. Tóth Miklós jó kapján rajtot, Tóth Miklós Marsa nagyon kapján, jó Bagi rajtot, nagyon Bagi berakad, Bagi nagyon berakad, és Sági is ott van. Bagi nagyon hátraesik, és Tóth, Tóth Miklós Miklós közepes kették gumival. Marsa meg is csúszik picit. Kicsit összeér majd a két Ferrari. Két Ferrari. Tóth Miklós vezette, tehát Sági a második. Hoppálé. Közepes keverék. Elekes mi? Hátul, hátul, hogy összeütöznek, hátul. Kis Barnabás, Raffai. Hát Raffai megfördül. Ugye az előző szezonhoz képest most ő volt a szenvedő fél, nem pedig ugye láttunk tőle pár érdekességet. Helyre. Na szóval Tóth, Sági, Bagi és Mars az első négyes, őket pedig Várhegyi Bence követi az ötödik helyen, akit támad Pécsvári a Red Bull-dal. Hát ez is érdekes kimondani, ott pedig hátul a két Mercedes. Ugye konstruktéri címvédő csapat. Varga támadja. Kest. Raffai pedig. Kissé meglepő volt az, hogy a két Ferrari-t le tudta rajtolni a Caterham-es. Úgy van, ráadásul közepes keverék a gumin, hogyha jól mondod. Így van, ilyen térem pláne. És el is húzott Sárgitól. Pedig a tesztek folyamán a két Ferrari viszonylag előnyben volt. Úgy tűnt. Meg maga a kvalifikáción is. Ferrari dominanciájának indult ez a hétvége. Ennek ellenére viszont meglepetés a rajtnál, hátul pedig Varga a 9. helyen támadja Elekest. Vargát nézzük, Elekest támadja Varga. A Mercedes és a McLaren Mercedes. Hoppá, na hát, Varga! Na, Elekes ráhúzta. Hát, kicsit összeért a kocsi és Elekes húzta a rövidebbet. Annyit ugye előjáróban, ugye módról, hogy
ebben a szélárnyék nem annyira agresszíven használható, mint az előző szezonban. Tehát nem lesznek olyan nagy behúzások valószínűleg. Teljesen más az egész, ugye? Na, Ságira érkezik Bagi. Második, harmadik helyen. Tóth Miklósra is közelnek minimálisan azért. Nyilván a szélárnyék biztos, hogy dolgozik már. Érdekes pedig a hibáját követően visszaesett a 11. helyre. A középmezőnyben szépen felsorakoznak a többiek, ott jól láttak a vezetésével. Várhegyi követi Pécsvári, őt az újonc Kis Barnabás. Igen, egyelőre viszonylag úgymond nyugodt a mezőny, tehát volt egy-két ez az amaz, de nyugodtnak tűnik, nincs az a nagy zsúfolódás, mint az előző szezonban volt, hogy az a szélnyek is köszönhető volt. Itt lesz 18 verseny hétvége. Ha elég hosszú a szezon. Úgyhogy volt, aki ugye a szezon végére szétesett. Zsinórba hozott olyan futamokat, ami a másik kiesését jelentette. Ez már Raffai támadja Benkőt. 9.-10. helyen Raffai visszaért. Szóval pont ő volt az egyik olyan személy, amit Raffai, aki ugye igen, hát ott előtt azon a végén produkáltat Kis Barna. Kis Barnabás az újonc megpördül, a 10. helyen van. Varga pedig lelassít, mint hogyha lehet összeérhettek. Vargával érhetett össze, nem lemaradtunk róla, az a baj. Mindegy, Raffai megelőzi Benkőt, aki el is fékezi. Meglepődött, hogy szerintem ott beszúrt neki. És a felállítás történik egy helyre, amit már ugye az előző szezonban láthattunk a Mercedes-től sokszor, és... Marson előre próbálja Ságit támadni, itt külsében nem fogja megcsinálni! Össze is értek egy picit. Marson önagresszíven próbálkozik. Ez pedig Tóthnak nagyon jól jön. Itt is gumikülönbség van, jó emlékszem. Itt is mintha gumikülönbség lenne, tehát Ságinak a kemények keverék, de nem vagyok ebben biztos. Szerintem olyan két kiállásra lehet számolni. Így van, kettőre mindenféleképpen, mert Tóth Miklósnak egyelőre ez, hogy a hármas követi, közvetlen teljesen jó. Ez egyelőre ennek nagyon jó. T-árnyék van, talán Marsa tudja hozni valamit itt az egyenesbe. Ferrariknak nagy volt a végsebessége viszonylag, tehát ilyen 300-as tempót tudtak. Tehát megint az egyenesre volt állt ez a két, ez a páros. Tavalyi szezonban is már megszakadtuk. Ez a szomorú hír van, amit én még mostanában nem láttam, hogy a két Mercedes zárja a mezőnyt. Hát szokatlan látvány lehet szokatlan ez. Kép a címvédő meg csapattól. Egy ketőrhem vezet, tehát egy ketőrhem is, tehát így szokatlan lehet a kép. Volt már olyan, aki ketőrhemben nyert címet, pont Peti. Jól tehát, emlékszem. Lehet. A zöld csodával, azt hiszem a második szezonban. A Spenóttal. A Spenóttal, igen. Jó kérdés, mert nem tudom. Tehát cáfoljon rám Peti, ha nem így van. Így van. Ugyan utána jött Gál. Aki ugye szintén nem állt rajthoz a következő szezonban. Tehát ott a címvédő nélkül kezdték meg a srácok a negyedik szezont. Bár ennek ellenére ő visszatért szezon közben, és most is. Igen, most is itt van újra. Versenyez, de most nem indult ezen a futamon egészségügyi okok miatt. Ugyanis majdnem halálra itta magát, és detoxikálóban kötött ki. Hát az ausztrálok fogadták ugye a pilótákat meglehetősen baráti körülmények között. Sajnos ő egy állatorvosi rendelőbe tévedt be, és hát így... hát vannak ilyen csodák és véletlen, de Vagi is ott van azért mostán Marsán és Ságin. De Marsán egyelőre nem... szépen tartja Marsát. És Benkőt, Bagit. Benkőt meg támadja az egyik Mercedes. Vagy nem? Nem. Csak úgy tűnt. Hát Kis Barnabás van mögötte. Várhegyi Bence egyébként, aki billentyűzött el megy, és az ötödik. Igen, mindenféleképpen dicsérendő ez a teljesítmény. Abszolút. Én nem tudnák biztos, hogy billentyűzettem, nem is élvezném igazán az egészet, hogy lehet, de mindegy. Ez nem az én dolgom. De én személy szerint, személyes véleményként ennyit tudok elmondani az egészről. Én csodálatos, csodálom időket az, tekint hogy ő így tud menni. Tóth olyan időket megy, mint a két Ferrari. Vagy hát valamennyivel gyorsabb Marsa tud csak olyan tempót menni, mint Tóth az élen.
Ságét főtartja mind a két Ferrari, elég rendesen, sőt most itt Bagi le is szakadt, hogy Marsa? Marsa. Mind a ketten, mind a ketten. Mars, cserétek helyet! Egy csere megint. Helyet jó. Cserétek megint, nem lemaradtunk erről is. Na. Raffai és izé, Varga. Ez így van. Ez a 7.-8. hely. 8-9, nem? Vagy 7-8? 7-8. 7-8, Raffa és Varga. Na nézzük Vargát. Vargát ugye ismerjük már ugye. Versenyzett már úgymond ebben a társaságban, még az elődligában. És szoros bajnokságot is tudott ő is már folytatni. És most visszatér a társaságba. Egyik terelő. Le is csúszik Varga. Igen, a jobb bidom az hiányzik onnan. Jobb bidom onnan hiányzik, valószínűleg az elején az ütközés következtében. Sőt, Várhegyinek is hiányzik az autójáról az elem. Tehát Force India könnyítettek magukon gyorsan. Így van, majd még legeléskor elintézik. Majd egy kis zsebből kirántott pénzzel megoldják. Az élen változottan a helyzet. Én azt mondom, dolgok az hiányzik. Hibázik, 10. helyen. Hoppa. És van egy kiesünk, hát már is Elekes Csaba személyében, úgyhogy a Mercedes egyelőre kilátástalan helyzetben ezen a gyatrán kezdődik a szezon. Szezonnyitó nagy díjon. Nem tudom, Toto Wolff ezt majd hogy fogja. Szerintem csapkodja az asztalt mérgében. Szokás. Bár még akkor nem volt Toto Wolff, ott még Norbert Hau volt, meg ilyenek, nem? 13-ban. Nem tudom. Nem, jó kérdés. Nem tudom én se. Na, nem, Bagi, Baginak is hiányzik. A bal. Bagi sibír, Ságival. Viszont Tóth Miklós elmegy. 29-7, mondjuk lassabb kört, mint Sági. Úgy a szélányék nagyon dominál, ahogy elnézem. Most Bagi van hátrébb, jól látom? Vagy Bagi van előrébb? Bagi van előrébb, jó? Bagi van előrébb, Mars a negyedik. Neveket figyeltem, nem jól néztem. Külső nézetből. Hopp, Sági hibázik picit! Csúszott. Na vajon Bagi ezt meg tudja itt oldani, de egy szélánya nagyon dolgozik. Már nincs az a hatás, látjuk, hogy el is kell venni azt a gázt, nem elég áttóni. Szépen dobálja le őket. Igen, látszik, hogy szenvednek a irányába a pilóták. Nem lesz egyszerű szezon elek szerint. Tehát még hol van a vége? Egy ilyen... olyan... így 5 másodperces előnyt épített ki magának. Végül Sági megint hibázik. És most rá tud esni Bagi. Most a hibázik, és Bagi most megpróbálja, Bagi meg fogja próbálni külsével. Kívülről. Aztán lehet. Nem. De most belülről, hát itt sem tudom, hogy kéne ezt megoldani. De megpróbálja, most már nagyon idegesít, a Ságy van előtte, és nem tud haladni tovább. Hiába hát a Ferrari tempója. Ferrari-nak eddig ez nagy pofon. Ez az első hét kör. Eléggé. Egyelőre nem tudnak mit kezdeni a tempójukkal. Bagi le is csúszik a szélányékba. Marsa pedig megérkezik. Marsa megpróbálja. Felipe Marsa? Nem. Nem. Visszahúzódik. Sági ismét elfeket. Sági fölösen füstöl és fékez. Piciket, de mindig füstöl. Nek ellenére még mindig gyorsabb a tempója, mint Tóthnak. Tontó most szépen vezet ahhoz képest, ugye hogy tudjuk, hogy mennyit szenvedett a McLarennel. Előző szezonban Sági mint megcsúszott. Igen, Tóth Miklós, mint a feküdne ez a mód, úgy tűnik egyelőre. És egy kényelmes előny épített ki. Tehát a futam... Raffai honnan előzte meg Vargát a 7.-8. helyen, te jó Isten a sikámba. Hát Ricardo sem. Hát igen. Van ilyen Vargának, vissza kell lehet még szokni a kicsit a dolgokba. Igen. Pécsvári meg Várhegyi viszonylag. Na, most sem autókáznak ott a 5. 6. Ott az első 3-ba, első 4-be a 2-3-4
Azok vannak együtt nagyon. Hát maradjunk itt szerintem. Én is úgy tekergetek ide-oda, nézegetem. Hát, ha lesz valami próbálkozás. Bízunk benne, azért lesz. Aki folyamatosan lecsúszik ebbe a kanyarba. Az Bagi. Azt mondtam. Ja, azt nem hallottam az elejét. Bagi folyamatosan lecsúszik abban a kanyarban. Fél füllel emelre is figyelek. Live, hogy esetleg van-e kérdés, vagy valami. Hát igen. Ezt úgy hagyta faképné Vargát. Fú, nagyon komoly Vargának tempót jön, egy másodpercet, gyorsabb időket jön. 29-4. Leggyorsabb a mezőnybe Raffai. Milyen a mezőny eleje sem egy ilyet. Hú, nem tudom, de szerintem talán a lágyabbikon ő is. De ebben nem vagyok benne biztos. 29-8 Tóth. Na most Marsa, most Bagi mellett, most Bagi mellett. Bagi, mintha elengedné, most újabb helycsere a Ferrari-nál. Megpróbálják így talán. Hát a rajtot mind a ketten elszúrták. És inkább Bagi Marsa jó kapta, ott ugye az első kanyarba. Túl engedékeny volt talán, külsőjében elengedt a Tóthot. Pedig nem nagyon tudják kiautózni. Igen, nincs meg az az előny, így van, nem tudják meg az előnyt. Mert a szélhányék nagyon dolgozik, valószínűleg, hogy negatív hatása az egészre. Ságít, megint folyamatosan, ez folyamatosan. Tóth most 30,4-et megy ebbe a körben azé. Ságít viszont 29,9. Mars 29,7. Norbe Bagi 29,5. Igen, amint leszakadnak ugye a szélányokból, kicsit jobb a tempójuk, meg közelednek is Tóthra, úgy látom így most. Pedig a hét elején Varga volt az, aki dominált Ausztráliában, nem? Jól emlékszem. Így van, Varga volt, aki hirtelen bedobbant egy 20... Hú, nem tudom, 20 valanyos körre. 22 vagy 1. Aztán most Éres elég szépen. Ja, 24 elej volt így üres autóval. Elég szépen le van maradva. Na, Raffai és Pécsvári. Raffai utolsó. Nézzük akkor a 6.-7. helyen Pécsváriékat. Na hát, most erre a kettős nem mondok semmi olyat még. Jól hát ismerjük már. Tiszta lappa indult. Őket. Most tiszta lappa, ne felejtsük el. Pécsvári, de csúszik egy picit. Pécsvári fontosan kicsit hivázik. Talán még a móddal kell kicsit ismerkedni. Na nézzük, a Raffait nézzük. Mennyi a Forcinak a végsebessége? Nem emlékszem, hogy mennyi volt. Igen, eléri majdnem a 300, mint a Ferrari. Hoppa, szélány egy kicsit ledobja, mint Bagit. Szokta az egyes kanyarban. Jó, az még. De jó lehet, még ez itt meg lehet. Jön a Röny Raffai, Raffai nem próbálja még oda tenni. Mind a ketten hibáznak. Pécsvári megcsúszik! Hát így Raffainak nem is kell küzdenie. Pécsvári a falba! Pécsvári a falba! Leszakad az autó! Hát leszakad az autó eleje! És áll és a forgalomba szembe! Hát micsoda dráma! A ez ugyanaz a kanyar volt, ahol Vettel is. Ugye ugyanaz, a 2009-es nagy díjon Kubicával. Hát leszakad az autó! Na hát akkor... Történelem ismétli önmagát. Hát ez csatát Pécsvár elintézte. Saját maga számára. A zsebbű fizetni kell a számlát, én úgy érzem. Hoppász. Okay. Marsa? Vele mi van? Marsa hova lett? Hát ő eléggé leszakadt, mi történt? Marsa is hibázhatott. Hiányzik az ő autójáról is egy... Igen. Ő is járt arra. És a nagyobb darab. Hát ott konkrétan arra. Hiányzik a... Itt az oldaldobozon lévő terelőlapok, vagy mi az? Elemek. A pal oldala. Levontott a bográcsot, ő is. Hol jártál? Én? Ugyanott, ugyanabban a körben. Ott a... Azért itt vannak sérülések ugyanott, az autókon. Igen, ugyanott. Beláltam, ugye közel volt a Ságihoz.
Hú, Tóth Miklósra nagyon megérkeztek most már Ságiék. Most a Szélárnyék eltolt, most ugyanott, ahol Pécsvári, ugyanoda beláttam én is előtte. Tehát még megbírtam fogni ezt a szerencsét. 1-2-3. Na nézzük akkor az élem. Azért az érdekes vég azért. Két Force India, hogy oldja meg. Marsa 29-6-ot megy. Ettől függetlenül, míg ott elő 31-es időket látok. Tehát ebből látszik, hogy a Szélány nélkül egyből van tempó is. De Bagi talán most van közelebb ismét Ságihoz. Jába van közel, láthattuk, hogy Marsa sem tudott mit csinálni. Így van, már nem jön a Szélányék. Sági kicsit hivázik most. De Bagi itt nem tud mit kezdeni vele, nincs annyi taparás különbség. Ági ismét hibázik, nem is első, nem tudom már hanyadjár most már tényleg számolni nem lehet. Jó, itt a kigyorsítás kéne, ami jó. Járunk, és szerintem lágy keverékeknek a az élettartam az vége felé járhat. Ugye hát én nem tudom mennyit bírhatnak. Hát bírt azért, igazából lehetett húzni sokáig. Viszonylag sokáig lehetett volna vele húzni, ilyen 15-6 körben ideális. 12. körben. Na várj, nem tudom milyen gumival indult. Nem tudom milyen gumival indult, az se. A legközelebb jobban felkészülünk ezekre. És visszajön 8. helyre Várhegyi Bence. Talán egy alávágás lehet. Az előtte lévő, ki volt előtte? Marsa, Raffai. Szerintem ez korai. Igen, elég hamainak tűnik. Na az élen Tóth Miklós 31-0-át megy. Ságiek 30,9. Mind a ketten Bagi is. Mars 29,7. Na itt látszik akkor. Raffai az, amit az elején is mondtam. 29,6. Raffai 29,6. Az elején nincs ez a Baki ott a részéről. Igen, ő is ott lehetett volna most. Abszolút. Egyelőre érdekes. Bocsánat. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy nem, hogy előzést látunk, inkább hibát látunk, és abból való kihasználás, vagy akár alávágást fogunk látni. Úgy tűnik. Szóval, hogy van két kiesünk, ugye? Elekes és Pécsvári. Bagi most megint közel, de itt nem tud jó kigyorsítani a Szélárnyék, meg elé dobja. Tóth Miklós pedig húzódik a falhoz befelé, azt nem tudom mi okból teszi. Ott akár kijön valaki a boxba elé, vagy valami. Melegíti az autóját biztos. Úgy csatlanás is lehetne, akár. De kijön neki elé a boxba. Hát akár egy lekörözött pilóta például. Hol van lekörözött pilóta? Gyulám. Ne kezd. Gyulám. Ne kezd. És Sági hibázik. Sumám. Nem kezdem, de a hátrévő pilóták közé bárki kiállt. Nem tudom, hogy vannak a pályapozíciók. Ugye, a kis Barnabás a 9. Most kezdi meg a körét. Akkor nincs ilyen vész még. Még. Na. 14. körbe. Nincs ilyen vész. 28-5 Várhegyi ideje, közben őt nézem. Oh, Sági. Második helyen. Igen, most Várhegyi a leggyorsabb, ugye? Tóth Miklós szerintem meg hibázott ott az élem, mert ugye... Sági viszont jönni fog a boxba. Jönni fog Sági a boxba. Ez a alávágás lesz. Tóttal szembe. Nagyon úgy tűnik. Mert nem viszont hibázott ebbe a körébe, az ilyen lassú. És már nem kell föltenni a közepes gumikat. Így van. Jönnek a boxba. Majd a lágyak, jön is a boxba. Bagi tovább, na most talán Bagi. Várga. 6. helyen hibázik. Járt a falba picit. Úgy állt bele. Bal oldalát leszedte. Az már az előbb is sérült volt neki. Sérült volt. Aha, ő is jön a boxba. Várga jön is boxba. Benkő is jön mögötte. Na, a két Lotus egy körön belül. Ugyan az a taktika, amit láthattunk tőlük előző szezonokban is. Itt a kettőstől. A Benkő, ő megelőzi a boxba Vargát, valószínű Vargánál javítanak. És jön kis Barnabás is. Pozíció. 9. helyen. Eddig, 7. helyen Benkő László. Sági leszek én most kíváncsi. Tóth alá tudja vágni, mert szerintem... igen. Tóth most fog jönni a boxba.
És Ságinak a kivitetőkör egy 32-2. Nem tudom, Várhegyinek mennyi lehetett. Nem néztem. És de ez egy elég erős kivezetőkör. Várhegyi 28-9-et ment most is. Sági ott van előtte, szinte közel. De Várhegyi le volt maradva? Hát úgy tűnik, hogy Várhegyi Marsát meg fogja előzni valószínűleg. Ezzel. Főleg úgy, hogy Marsa nem jön a boxba. És elmegy még egy körre, mert bug ilyen. Ez már biztos. Zérről kiállnak tehát. Tóth jön is a boxba, és Bagi is követi. Na az a kérdés, hogy ez a kettős, hova jön vissza, Sági elé vagy mögé? Rafa is jön a boxba. És Marsa elmegy akkor tehát. Hát Sági, most fordul rá. A rajtszél egyenesre. Na nézzük a kijáratot akkor! Tóth el fog Sági jönni szerintem. Simán elmegy, nem. Sági simán el fog menni külsében. Tóth talán esett. Úgy de közel volt. Azt hittem, hogy összeérnek. Hát Sági nem sikerült. Vezetni fogja a versenyt, meg vezeti is. Minden bizonyja. Várhegyi pedig az ötödik. És ő is közel van, tehát látó távolságon belül négyen vannak. Marsa most fog jönni a boxba. Marsa hátra fog esni, ez több mint valószínű. Nagyon rossz az a köridő befele jövet. 52-4-5, valami történt szerintem. Lehet. Nem emlékszek már rá, az a baj. Hát azt hiszem, megcsúsztam le. Sikább. Vagy a végén van a izé, box tudod, és későn zár az idő, tudod? Lehet. Na, ugye a végén van a box. Hát a rajta végig kell gurulni. Igen. Azt nekem végig kell gurulni teljesen. Szerintem Várhegyi simán Mars elé fog visszajönni. Bőven. Én gondolom Mars elé a boxba. Igen, nem volt semmiféle megcsúszás. Akkor az van, amit te mondasz, simán box elmennek elején, mellette. Box elején van, sima elmenés. Bombett mezőny. Raffai is el fog menni. Hát ez Raffai biztos. Raffai el fog menni, Raffai már is ment. A Marsa hova jön vissza? Hát buk most hatodik egy pozitőt biztos. Nem is egyet. Első sorból indulva. Másik helyre hatodikra, az igen. Benkület. Szépen lépkednek visszafele a Ferrari-ka. Talán nem erre számítottak. Bagi van ott a harmadik helyen. Várhegyi pedig a negyedik. És továbbra is elég erős köreket megy, már a használt a gumikon 28-7. Varga pedig utol fogja érni majd a nagy valószínűsége Benkő Lacit. Aki ugye... Igen, Varga gyorsan. Ünnepelte világa jövetelének 42. évfordulóját. Így van, tehát innen is köszönjük neki utólag így boldog születésnapot. László, Isten értessen, ha nézed a közvetítést, vagy ha visszanézed, bonts ki egy sört, vagy igyál egy viszkit. Vagy mind a kettőt egyszerre. Akár. Benkő Lacit. Közben... jó, mutassad közben, mert pont Varga az, aki írt a chaton, nem is figyeltem rá. Chaton? Igen, a chaton, YouTube-on. YouTube-uson. Hogy én már a felvezetőkörön lebontotta a bográcsot. Tehát... Tényleg, vele ott történt valami. Innen is külön gratulálunk neki. És Varga támadja az említett Benkő Lászlót. Az időket tekintve viszont egyformán állnak 29-5-ös körre. Varga kicsit szélesen veszi a kanyart, mondom szélárnyék problémákkal küzd. Szótót nagyon gyors. Ságihoz képest, jajjaj. Igen, 26-7, 26-7. Sági vagy visszavett. Vagy hát nem tudom. Korábban jött ki. Egy körre? Vagy kettőre? Igen, egy körre. Egyetlen egy kör volt a különbség köztük. Egy kör Várhegyi volt. Várhegyi megy olyan tempót, mint Sági. Vagy Raffai, bocsánat.
Nem tudom, Sági milyen gumit rakhatott vissza. Most vannak azt hiszem a lágyak, de... Varga, nagyon közel. A középső sikánat nem lehet előzni. Talán majd most fogja megpróbálni Varga, de itt ledobja a szélárnyék. Hát pont akartam mondani, hogy itt talán megpróbálja, de hát nem próbálja most már. Kis barna vás sem megy hogy rossz időt, 27-9. Ott a 9. helyen Raffa és Várhegyi itt sere volt a Force Indiánál közben. Raffa itt elengedte a Várhegyi télegyenesbe. Talán Raffa, ez egy okosabb Raffa döntés. Gyorsabb, így van. Ez a 27-3-as körre így van. Az előtte lévő kis épp. Jól mennek a Force Indiák. Jól mennek. Igen, egyre stabilan. Erős pontszerző hely. Abszolút. Most a tempója talán kicsit gyatra. Hátra esett nagyon hatodik helyre. Szerintem ez összezuhant lelkileg. A mi kis sumánk. Szerintem én azt gondolom most itt annak az ideje, hogy rátérjünk egy kicsit az idei szezon párosításaira csapatban. Hát akkor legyen így szerintem is, mert úgy tűnik, hogy álló víz keletkezik. Nem tudom, kivel kezdjük. Kivel kezdik? Hát így sorban nézzük szerintem, így ahogy kezdődnek a vedlapon is. Gondolom én azért, de közben azért figyelünk a futamra. Tóth Miklós és Ágira. Megnyitom a weblapot, mert jó. Ugye... Csináld. Jó. Én addig maradok a közvetítésben, hát ha valaki azért hozzászól. Tudunk válaszolni is nekik. A kérdés van. Tegyétek fel bátran. Olyan a kérdésbe is olvassuk. És válaszolunk rá persze. Ez természetes. A ligával kapcsolatban keressétek Sági Dávidot, ő a ligavezető, ha jelentkezni szeretnétek. Na szóval, hát akkor kezdjük egyből a Red Bull-dal. Akik ugye, hát két új versenyzővel vágtak neki az idei szezonnak. Hát az ifjú titán Gál Szilveszter, az egyik versenyzője. Ennek fiatal a bajnok. Hatalmas energiagyártó cég csapatának, és hát ugye hát a közismert Pécsvári László, akit ugye többször villamos székbe ítéltek itt a előző szezon egyes futamai után. Szegény László. Nem ő veszi azért a point. Azt azért. Így van. Ugye azt, hogy nem komolyan gondoljuk. Meg a point. Valójában igen. Hát nem tudom. Én azt gondolom, nekem nem a legerősebb páros ebben a mezőnyben. Bár okoztak úgy, meglepetéseket. Hát a csapatban nem tudom, ilyen negyedik hely körül raknám így hát őket. Dobogó környékére valóban várnám van, őket. Negyedik hely így van összetetben. Itt ezután az Ausztrián nullázás után ez aztán erős kezdés. Hát jó, de hosszú a szezon 18 verseny. Abszolút. Vége. És hát lesznek új helyszínek is. A Ferrari, ugye az Auberből jöttek fő. Nem azt távozó, volt, Miki, hello! Távozó, visszavonuló Füldi Ákos, és Gál Szilveszter helyét vette át a... Hát a Marsa Nándor és a szerény alkohol problémákkal küzdködő Bagi Norbert. Én azt mondom a többi párosításból, hogy talán ők a legerősebbek csapatban. Szerintem erre utalt ez a mai pole pozíció is, vagy hát a Melbourne-i pole pozíció, mert ugye már közben ők a harmadik futamra készülnek, fejben és élekben, bár egyelőre a pályán nem nagyon tűnik úgy, hogy ezt a így van. Első két hét saját hát igen, viszonylag egy erős párosnak tűnik, tehát ha azt nézik a tavalyi szezonból is kiindul, hogy ők szezon közben álltak össze egy csapattá. Na, igen. És azért és voltak... Ugye... sikerek. Marsának elég sok problémája volt. Többször internet problémák. Viszont rengeteg pole pozíciót szerzett, úgyhogy egykörös tempója abszolút megvan Marsának. És Bagi se rossz, tehát
Igen, Ők ketten talán. Ki kell fogni egyébként, hogy mikor józan. Előbb majd elküldjük mindig ilyen vizsgálatokra, hogy alkalmasságira elküldjük, hogy behűjt a volán megé, vagy sem. Igen. Ez az első három összejött, és ugye Sági, Tóth és Bagi. Igen, Sági főtartja úgy szépen őket, tehát hogy az a kérdés, hogy ki fog kinek alávágni most a következő kiállásnál. Tóth. Tóth oda tötte egy kicsit. Falnak. Na Marsa is azért. Marsa. Megjött Bárhegyire. Igen, az említett Marsa. Talán most valamit alkot. Gyors az idő. 7 tizeddel gyorsabb, mint Várhegyi. Varga nem tud zárkózni. De ne folytassuk a sorrendet a csapatokba közben azért. Közben kiesett a másik Mercedes is. Ja, ne, vagy nem, nem, bocsánat, bocsánat, ne haragudjunk. Jó, itt van. Na, a következő párosítás, ez megint érdekes. Szerintem Orbán Péter és Varga Tomi. Igen, úgy mondanék, nem is tudom, két ellentét talán korábban ismerve. Hát... A fejem vakarom. Gyorsak, úgy nézzük, tehát... Tudnak lenni gyorsak, tehát... Peti konkrétan nézni. Minden szezonban esélyes volt a bajnoki címre, kis Barnabás veri oda a 9. helyen a Mercedes-t. Na jó, szóval, azért Peti ő mindig általában harcban volt a bajnoki címért. Igen, az esélyesekkel szerepelt. Mindig, abszolút. Úgyhogy őt így nem írnám le, mert azért hosszú a szezon és most nem tudott indulni sajnos, de... Na mindegy, biztos, hogy ő... Még bele fog szólni itt az érőm. Igen, én is így gondolom. Varga is majd összeszedi hát... magát, de közben Marsa Várhegyi mellett lesz Marsa, és megpróbálja megelőzni, kifékezi simán. Marsa. Ez simán sikerül, valószínűleg Várhegyinek elfogyott. Figyelt, Várhegyi kis pedig bent a boxban. Na, figyelek közben, tovább mondjad. Ja, Vargának össze kéne szednie magát. Peti Mac-nek, hát ő nála mindig is ott volt, hogy jó tempó, egy körön is, futamon is. Igen, szóval... talán a csapat, talán ők azok, akik még így esélyesként ki ilyen mondanak. Kívója lehet a Ferrari-nak. Papíron igen, most jelenleg úgy néz ki. Egyelőre. Mármint csapatban. Egyénibe Peti ott lehet. Így van, mind egyénibe, mind csapatban is kihívóként állhatnak oda. Én így gondolom. Így nagy valami a McLaren-Ferrari párharc, mint a 90-es évek végén. 2000-es évek elején talán láthatunk egy ilyet. Persze, szerintem lesz olyan futam, amikor ők össze fognak megjelni tudásukat, nagyon kifele a boxból. Össze fog esni Benkék mögé. Igen, az a kérdés, hogy mennyire fogják majd feltartani. Elég nagy távolság van ottan. És Marga Benkő mögött azért. Autókázik. Akkor megérkezünk a Lotushoz, ugye jelen pillanatban Sági vezeti a futamot, ő az egyik versenyzője ennek a csapatnak, a másik pedig a hát a születésnapos Benkő. Liga apja, mindenki apja. Hát igen, a rangidős, mondhatjuk úgy. Úgy van, az öreg tapasztalt róka. Aki ugye mindig azt mondja, hogy ez lesz az utolsó. De mindig rá tesz egy lapáttal, és ez becsülendő benne. Nem fogja tudni abbahagyni az egészet, a társaság visszavonza meg az egész. Hát a társaság meg azért ott a... Na mindegy. Hát... Hagyra vasz az öreg. Így van, tudja, hogy hol a hely, hova kell menni. Hova kell betenni. Hogy mit és kit, az gondoljátok, ahogy akarjátok. Ja, egyébként neki van egy harmadik neve is. A Lacinak. Aj, Jászmin. Milyen kellemes emlékeket okoztál te nekünk. De inkább a Schumannnak.
Hát a Mercedes, nem tudom. Na, komolyan a szót most már. Na, Mercedes csapat a következik, ugye? Elekes és kis Barnabás. Na hát, Elekes, ugye említettem, hogy a futam elején mint visszatért. Ugye az előző szezon végét kihagyta. Indulósan be is fejezte a futamát. Egyén okok miatt is folytatta is. Itten az új szezonban is. Csak most kiesett a futamon. Viszont kis Barna még küzd a 9. helyen. Ugyan 16 éves, elég fiatal. Talán mezőny legfiatalabb tagja, ha jól tudom. Ő a legfiatalabb, persze. Minden bizonnyal, én is legalább is gondolom, mindenki a 20. Azért ő egy elég erős mezőnybe nevezte be magát, azért... Azt gondolom, ha... Igen, szóval nehéz... itt tud tanulni, ha akar. Nehéz szezon elé néz a kis Barna. Az első hármas közben nagyon együtt van, továbbra is. Vagy még jobban, inkább úgy mondanám. És hát azt nézzük, nem is autózik rossz köröket. A jobb időket autózik, mint az élen állók, úgyhogy... 27-et, csak 9. hely, de hát... Így van. Itt tekintsünk el igazából. Másodjára volt boxban, de akkor is szerintem... Még lehet belőle valami. Persze. Várhegy visszaesett a 8. helyre Vargáik mögé. Először is nem kell elkeseredni, akkor hogyha kikap. Mert... Ugye ez benne van a pakliban. Ezt szerintem fogja fel ő, mint egy tanuló szezonnak, én jól tudom, akkor neki ez a második ilyen szezonja. Úgyhogy... Mert talán egy szezont ment valahol Forma 1-ben, ez pedig talán a második szezonja. Úgyhogy még tanulni kell. Tanulni kell. Belejön és akkor... Lehet, hogy ő lesz legközelebb az ő neve mellett, fog szerepelni az egyes szám. De hát ez idő kérdése, Bagi pedig a boxot látogatja meg. Köszönöm, azért pörög a chat is. Ha figyeled, van időd esetleg nézni? Nem nézem. Válaszolt egy-két személy, aki meg lett említve. Na hát az Auberben a tudomásom szerint nincs beírva senki, de ott versenyez Sára Dániel. Így van, aki Brooklynból versenyez itten, tehát egészen nyugatra kell mennie az embernek, ahhoz megtalálja Charlotte Danielt. És még Sára Danieléknél dél van, éppen ebédelni kéne, hát Sára úr inkább beül a számítógép elé, és letol inkább egy versenyt, mint hogy evédre tegyen a családdal. Ez se egyszerű kihívás lehet számára, de visszahúzza a szívét a magyarokhoz. A szíve ide húzza. Na. Force India. Rafa és Vahegi. Elég erős párosnak gondolom. Igen. Hát Rafainak fejbe kell összeszednie magát. Ilyen konstruktőri harmadik helyre mindenféleképpen. Simán. Simán. Ezt ugye betippelném őket. Ezt a Lotusnál elfelejtettük viszont. Ezt a tippet megadni, nem emlékszik rá, tippeltünk volna. Nem. Így van, tehát őket is oda az elébe várnám azért. A Lacika összeszedi magát. Én azt gondolom, hogy... Ugye a Ferrari-t néztük. Ferrari... A McLaren párosát. Force India meg ugye Lotus tartanám. Talán négy legerősebb. Én betippelnék egy évvégi hármast. Ferrari, McLaren és Lotus. Az első három szerintem. De ott szoros lesz a Red Bull is. Így van. A faszt. Bocsánat, Force India, hát ők... Hopp, és hoppáp! Ság és Bagi! Nem figyelünk! Hú, de közel jött vissza! Sági jött vissza, és külsőben Bagi megérkezett! Ma össze is ért az autó, a két autó. Hülye vagyok, mert azért Force India is erős, bár... Ezt mondom, hogy én nem tudom, hogy a 34. helyre oda tenném őket a konstruktőrivel. Pontos tippet nem tudnék adni, de úgy gondolom, hogy szoros lesz. Hát a Williams az Mészáros Attilával képviselteti magát, visszatérő vagy nem. Visszatérő Mészárossa. Most jelenleg nincs itten, de Japánban, ha minden igaz, úgy tudom, Japánban meg fog jelenni a Williams-es pilóta is. Toro Rosso fogalmam sincs. Ott nem tudom, van valaki? Szirma István meg Szegedi Dávid, 17 és 13 éves. Szegedi... Ketten nincsenek annyi idősek, mint Miki a... Miki jön a box előtte, hibázik. Te Pécsvári. Hát igen. Nem tudom őket, igazából nem is tudom hova tenni még.
Ott is ugye Ketterhamben ott van a Tóth Miki. Ja, oké, most aki az élen áll. De az a kérdés, hogy Tóth Miklós hova fog visszajönni? Na nézzük! Ő elrontotta ezt a taktikát. Hogy elmegy. Bagi, most Bagi áll az érre. Tóth Miklós jön vissza a harmadik helyre. Raffai vezet. Raffai nem, nem volt még boxba. Kint. Nem? Ugye nem volt ki másodjára, nem volt ki másodjára még. Se Marsa, se Raffai. Így már Raffai se volt másodjára, és Marsa se. Raffainak van egy megnyugtató előnye, én úgy mondanám, hogy nagyon közel lett a box kiállás után a Bagi Sági Tóth trióra. Van egy ilyen tippem. Mármint ki a Raffai? Igen, igen, igen. Ott közel lesz a negyedik helyen szerintem a kiállás után. Hát a párosokra ennyit, nem tudom. Verseny hétvége. Nincs igazából hozzáfűzni valam párosokhoz. Hasonlóan gondolom én is, tehát amit elmondtam. Ez a versenynaptár az érdekes. Igen, tehát, amit említettem, lesznek új helyszínek, tehát nem megszokott helyszínek. Pilóták jelenleg pont készülnek már a harmadik verseny hétvégére. Amit ugye Detroitban rendeznek. Tehát a Detroit meghallja az ember, hát hol is lehet így elsőnek, persze, hogy Amerika. De hogy milyen pálya lehet így elsőre, nem tudja sok mindenki szerintem megmondani. Én sem tudtam elsőre, életemben nem is láttam még. Nem mentem már rajta. Aztán még ez okozhat nehézséget. Az annyi a Detroit igazából egy utcai pálya, tehát egy Monte Carlohoz hasonlít. Istanbult kisebb végsebesség. Manikúrról se kell Hockenheim, mint a Castellet, vagy mi ez? Le Castell. Az is francia helyszín, Európa nagy díjként fog szerepelni a naptárban, ha jól emlékszem. Elsőként. Fogják ezt a nagy díjat majd megrendezni. Rio. Rio, ami szintén új gőzöm nincs, hogy milyen lehet. Nem is nem hallottam még róla, tehát lehet a szégyen vagy nem. Nem nagyon hallottam Fáj, még róla. Rio van még valami. Ami olyan helyszín, ami nem szerepelt. Talán ennyi. Ennyi. Ez a három helyszín. Detroit, Le Castell, meg Rio. Ez a három helyszín mindenféleképpen okozhat meglepetéseket, úgy gondolom. Leginkább azt. Mindenféleképpen, tehát... Ki hogy tud majd alkalmazkodni egy új helyszínhez? Vagy kinek vannak korábbi tapasztalatai, a sokat segíthet? A boxban van, ki van a boxban? Raffai, Raffai, Raffai. Azért... Fékezett nagyot, úgy láttam. Nagy füsttel jött. Sági! Ságit elengedte Bagi szerintem az ütközés miatt. Úgy gondolta, hogy ő volt a hibás. Én azt gondolom. Na hát Marsa szépen. Tehát hogy neki van egy kiállása még, nem tudom. Mi ez a taktika? Mi volt ez? Ennyi volt a gumiban, muszáj volt. Miért nem jötték ki előbb? Hát, mert a gumi még bírta azt. Nem akartam főrakni a lágyat még több körre a végén. Már a végén visszahozottam, úgy elég sokat majd látszani fog. Itt a kiállás után ugye volt egy box kiállási hátrányom. Most visszajöttem ilyen 10 körül, 9, valami ilyesmi volt. Hát az volt a lényeg, igazából nem akartam túl sokat menni. Sági megpróbálja azért. Tudja, hogy szerintem hamarosan jönni fog Marsa. Így van, ebben a körben jönni is fog, mert azt már látjuk. Tóth Miki a harmadik helyen, tehát, vagy hát elméletben majd a harmadik helyen lesz. Kicsit talán jobban választja a taktikáját, akkor ott lehet nem még mindig az élen. És ezt mondtam, hogy itt van Raffa is, hát kicsit pár kanyarra le van maradva. Marsa jön a boxban, na akkor Sági és Bagi az élen. De láttuk majd, nem tudnak mit kezdeni egymással. Marsa mit csinál? Mi is ez a box kiárat? Bejárt. Vagy bejárat. Kijárat az egyenesen van. Jó. Na, Várhegyi. Nem, visszajön Marsa. Messzi van Várhegyi. Ötödik helyre. Na, Várhegyi messzi van. Messzi van Várhegyi.
Talán egy féktáv után majd, talán a melegebb gumikat. Na nézzük csak! Na Várhegyi, talán! De talán, hát kopott az a gumi. De melegebb. Így van, féktáv, messzi van. Varga pedig átugort a Benkőt. Kis Barnabás pedig jön a boxba. Jön, a 9. helyen. Varga Tamás a McLarentől annyit szólt hozzá az egészhez, hogy a harmadik helyre ne várjuk. Összetedben. Terinte. Hát nagy összegben ne fogadjunk. Összetedre gondoltunk, ugye a konstruktőribe. Ő arra gondolt. Ja. Ő arra gondolt szerintem. Peti beúful aztán. Kész. Meg Tamás is annyit ír, hogy lassan bemelegszenek az öreg ízületei. Aztán ő is rálép a gázpedálra, megtalálja, hogy hol van az egyáltalán. Talán a sok kümes kanál után szokatlan egy kormánykerék fogdosása. Mint tudjuk, Varga nagy szakember. Bármennyire se szakmája. Egyik se, mégis csinálja. Nagy kópé a csávó. Hát, Tóth Miklós próbálkozik Bagira. Bagi pedig leszakadóba. Ságiról. Raffai 26-3-at jön a negyedik helyen. Az előtte levő kis hasonló köröket. Tóth meg Sági. Marsa 26-1. Hát ő friss gumikon. Igen, meg ugye ott sincs szélnyék. Várhegyi 6. helyen 28-4, ott nem már kopott a gumi. Hát... És... Hány kör van még hátra? 9? 11 kör. 11 kör, 44 kör volt. 11 kör van hátra. Talán a végén az lehet, ami... közbeszólhat, hogy a gumik mennyire bírják az utolsó etapot. Meg talán a sok szélárnyék, hogy mennyire darálja meg a motorokat és a fékeket talán. Kiindulva abból, hogy ugye Sági vezetett a kiállások előtt is, és ugye mennyivel tudom, lassabb volt, ő megnyeri a futamot, mint a mögötte lévő Tóth, és akkor még Bagi Sorrent volt ugye második, harmadik helyen. Igen. Nem tudták megelőzni. Úgy tűnik, egyébként most tudják. Tehát ez nem változott. Hiába a Ferrari-nak az a tempója, ami volt egy körön. Egyelőre nem működik. Az... inkább Tóth támadja Bagit, mint Bagi támadná Ságit. Raffaele 4. helyen van továbbra, és ami elég jó eredmény lehet a Force India-nak, ha így futnak be. Márpedig egyre nagyobb valószínűleg, hogy így futnak be. Egy 4. és 6. hely. És 6. hely. Ami elég szép kezdés. Így van. És Barnabás még mindig megy a végén. Varga. A kéves kanál. Meg a fángli. Talicskába keverik a betont, gyerebjébe. Fánglió, hogy hányja a csávó, mert a kőves kanál a tója. Na Tóth Miklós és Bagi. Igen, úgy gondolom, Tóth ennél... meg fogja próbálni szerintem. Sági megint fékezi el azt az a kanyar. Sági kanyar, elnevezhetjük, amit kapott Kobayashi is. Sági kanyar, igen, Sági kanyar legyen. Volt már Bagi egyenes is Brazíliába tavaly. Igen, egyelőre ugye 11 induló volt, és 9-en egyelőre befejezésre állnak ezen a futamon. Ja, most jut eszembe erre a 9 meg a 11-ről. Hát a pontrendszer is megváltozott. Ugye eltűnt a 10 pontos plusz szabály, ugye kiesés, ne eltűnt. És az első 12 kap most már pontot. Ennyi változott igazából, azt hiszem 17 pont az elsőnek talán. 16.
16? Nem tudom. Nem tudom. Így az jutott eszembe, hogy a 12 kap pontot, az biztos. Most így a 4 számról beugrott hirtelen. Simmi extrém amúgy. Hát Tóth nem tudja támadni Bagit. Próbálkozik vele, nem tudom. Lehet, hogy leszakadt most. A Várhegyi pedig... Nem, Raffai van ott lőtel. Raffai mit keres ez? Raffai közeledik. Ezt mondtam, hogy itt nagyon közeledik Raffai, nagyon gyors. Egy másodperce gyorsan, mint Tóth. Jól lát. Milyen egy? 1,7. Tóth Miklós nagyot hibázhat. Vagy elkopott a féke? Hoppálé. Nem tudom, majd meg kell nézni egy kanyart, hogy viselkedik az autó. Nézzük azt az autót. Lassú a tempója az előtte haladókhoz képest is. Egy másodperccel lassan. Valami műszaki probléma lesz Tóth Miklósnál. Vagy úgy van vele, hogy egy biztos harmadik hely. Mint kockáztassa. Ott lesz valami. Nagyon leszakadt Bagitot, ez előbb még ott volt a nyakán. Igen. Valami lesz. Hú, marsam jön a gyors, 25-9-e. De hát olyan nagyon messzi van. Várhegyi 44-5, ott is lesz valami. A box. Lehet. 7 körre a vége előtt, valahogy ilyesmi. Varga is elhúzott Benkőtől már teljesen, de ott is a 44-9-es írja, az is box az Vargától valószínűleg. Hoppá! A hetedik helyen Varga, majd jön a box. Na, mi van Tóth Mikivel? Tóth viszont lassú. Ott valami műszaki probléma sejtek. 27-8 megint. Miki itt van, azt hiszem cseten, ha jól tudom. Mi volt vele, nem tudom. Miki, ha hallasz, válaszolj már nekünk, mi történt. Elkopott a gumi. Gyorsan, én nem tudom, én fékre gondolok, tippölök. Mikor volt kiállásom? Azt se tudom most hirtelen. Most is 27-8. 27-1 Raffai. Az első háromból ő volt legkésőbbként. Akkor ott inkább műszaki probléma gondolok. Nem tudom, Miki nézi még minket. Várhegyi a boxban. Hatodik helyen is jön, nézi is. Igen, ezt látjuk. Varga is. Hát Benkő át fogja ugorni így Vargát. Ez már biztos. Laci végig fog menni. Ugyanis Várhegyi jön elé ki. Benkő a hetedik lesz. Mars az ötödik így. Majd az is elég rossz hely számára szerintem. 25-8-as időt megy viszont. Ami elég erős. Raffai fogja megtámadni Tóth Miklósunkat. Mi úgy gondolom. Történt Tóth Miklóssal? Miklós, ha itt vagy, válaszolj már, légy szíves. Elém még olvast itt a csetet. Meg válaszolt is, írt. Raffai már próbálja a szélányokat tudni, igen, de a versenyre is látszik, majd ugyanígy vezette az autóját. A stránya szélányék nem akar működni normálisan. Nagyon leszakadt a Bagitó, itt a jó isten. Aha, megvan a válasz, spórolás, így van, műszaki probléma. 18%-on volt a motor. Húha. A gumi is a végét járta, és... Még van hátra az, hogy ugye 44 kered a 38-dik, tehát az 6 ha jó számok, tehát ez együtt azt hiszem 7. Nagy matek ugye kellett hozzá, amúgy betudálás. Ugye az adott kört írja ki, hát matek, hát akkor is ki kell számolni valahogy. Nem lehet hasamra ütésszerűen rátippelni, jó van most 9 kör vagy 4 kör, nem is tudjuk mennyi. Tehát figyelj. Ilyen egyenletrendszert is feletett hozzáépíteni, de most nem az a lényeg. Ah, az építső. De kár lenni érte. Kérjük egy kis maltert, Vargátunk. Nézzük Raffait, megpróbálj. Szerintem Raffai akkor meg is fogja próbálni majd egyszer. Meg fogja unni ezt a tempót. Hát az élen így akkor nem valószínű, hogy történni fog változás, hogy Bagi nem... Igen, egyelőre úgy tűnik, hogy... Igazából... Tóth hibázik. Tehát akkor ott motor problémák vannak, és gumi probléma, ami sejtett... Hát, sejtettik műszakilag. Tempója 27-4. Hú, Raffai 27-4 szintén. Be van szorulva.
Igen, Marsa 26-1 mögöttük, de le van maradva nagyon. Most kezdjük az első kanyart. Nagyon hátránya, nagyon Marsának. Az egy ötödik hely egyelőre. Ninja. Gyenge szezon kezdet. Jó az. De stabil pontszerzés. Így van. Jobb, mint a nulla. Csapatban jó. Második és ötödik hely. Ők szerzik a legtöbbet így. Így van. Varga nem tudom, majd felzárkozik-e Benkőre, mert Varga viszont 25-3-at megy. Varga friss 25-3. Gumikon. Igen, és Benkő 27-9. 7 másodperc, 2 és fél majdnem. Hát, és azt mondja, hogy... Hát! Az a második egyenes van köztük, az első kanyar után. Az első és a harmadik kanyar közti egyenes van köztük. Azért tényleg látszik, amennyire visszaveszi az embert a szélárnyék. Láttuk Raffa, hogy milyen gyors tempóval közeledik Tótra. És most nem bír már, hogy csinálni, felvette a Tót és nem tud mit kezdeni vele. Az képest spórol azért elég jó tartja, de megint húzza be! Nem tudom mi húzza be azt viszont. Mi oka volt rá? Tóth most kicsit hibázik, és az a gumi nagyon a végét járja, Raffai meg fogja próbálni megelőzni, belsőben Raffai Ádám megpróbálja betenni, és Raffai hibázik! Az autó átúlja! Féktával is a Raffai hibázik ismét! Falval, Force India! Hoppá! Na erre nem számoltam. Raffai jön vissza a törött autóval. Marsa a negyedik helyre jön így fel. Á, de kár érte. Na kár azért a pozíciójé. Nagy kár, mert Force India... Elég sok pontot gyűjtett volna ezzel. Mire bejön a boxba, lecserélik, visszajön, vissza fog esni. Figyelj. Ez... Fú, szenved nagyon. Fog visszaesni. Tóth, Miki viszont 29-3, az nagyon lassú. Tóth már nagyon lassú, tényleg. Hát így viszont biztos a harmadik helye, úgyhogy... Tóth, Mikinek egyenlő, a harmadik helye, ez egyenlő tutinak tűnik. A faj összehozta neki. Marsa továbbra is messzi van. Hiába gyorsabb, majd 3 másodperce. Nincs azért 3 az. Raffai megy mindenen. Hát a szerelés után Várhegyi, hát Benkő elé. Hát elé a Benkő... Vagy a Benkő köré valóban. Környékére Varga, Benkő közé. Benkő lassan Vargátó. 3 másodperc szinte kereken, majdnem. 25-8-43 és 28-8-47. Majd 3 MP. Na nézzük Raffait, majd hova fog visszajönni. Ezen a 40. körbe járunk, már 41-et kezdték a srácok. Én úgy gondolom, hogy ez a befutó lesz lassan. Ez a sorrend körülbelül megadja már. A Raffai kap egy új autót. Sági megnyerheti a futamot úgy, hogy valahonnan a mezőnyből rajtolt a negyedik helyről. A rajta is elég jó volt. Benkő elő visszajön Raffai simán. Várhegy ugye elmegy. India 5.-6. hely. Az is jó végül is. Így van, erős pontszerzésnek mondhatjuk. Kis Barnabás megint a falba, 9. helyen. Ugyanott, ahol már nem tudom hányszor. De viszont még mindig ott van és megy. Nem adja fel, neki kell a pont. Elég jó, figyelj, 9. hely. 9. hely, így hogy 12. Menj, a pontot. Menj, 3-4 pont, elment a fék, hogy mi történt. Ne, nagy felont. Kis Barnabás szenved a Mercedes-szel. Ahogy Tóth Miklós is a Caterhammel. De megy, tovább megy. Tűzd, ez dicséretre méltó. Így van, ezt így lehet csinálni, máshogy nem lehet, hogy úgy, hogy feladjuk egyből a versenyt. Pedig ő is volt nem tervezett kiálláson, mármint Barnabás, kis Barnabás. Sági vezeti tovább is a versenyt. Bagi a másik most mindjárt közel lenne, de szerintem nem fog vele mit kezdeni már. Eddig se vért, akkor eztán se fog szerintem. Tóth Miklós sima harmadik hely egyelőre, és csúszkál a Caterham. Marsa itt is majd 3 MP-vel gyorsan Marsa, de hát messzi van még mindig. Hát ez... Ilyen 4-5 másodperc azért. Varga, Benkő viszont még nem.
Hú, de gyors varga, megint 3 másodperc volt Benkő Lacinak. Na, a kérdés, hogy Benkő le tudja védeni, vagy sem? Hát én nem tudok ráfogadni igazából, hogy le tudja védeni. Bár a Szélányok itt nagyon dolgozik az ellene, hogy levédhesse. Tóth és Mars között is az a 3 másodperc különbözi differencia van. De már csak 2,5 kör. De közel, de közel. Benkő megpróbálja levédni, kicsit megcsúszik az autó, Varga is hibázik picit, de még mennek tovább. Kicsit lesodolja a szélárnyék! Nem jó a szélárnyékba autózni! Ez mentheti meg Benkőt. És... ahogy lecsúszik, szinte húzza maga után Vargát. A vezetői hibát nem ejt. Simán be fog jönni Varga előtt. Varga! Fú, Tóth most már nagyon lassult. Most ott van már a 3 másodperc. Mars és Tóth között most már nagyon közel van. Kívülről próbálja Varga. Varga mindenhonnan meg fogja próbálni. 7.-8. helyen Benkő kicsit lecsúszik. Na Vargának most fog sikerült, külső ívre kerül Varga! Meg fogja próbálni Benkő belül, de nincs meg a tempó. És körbe tudja autózni, hát simább gumikon. Varga a 7. helyre jön fel ezzel. Na itt a futam végén még is akció. Nem rontja a sikánt Benkő, akkor szerintem nem előzi meg. Bárki tudja. Sági az élen még mindig. Úgy látszik, Bagi fel is adta ezt a küzdelmet már. Hát szerintem belenyugodott ebbe a második helyben, jó volt az azon kezdet. Ő részéről. Erős kezdés. Ugyan. 2-4-ben jönnek. Az a kérdés, hogy Tóth meddig bírja. 2 kör van, 1,5 kör van hátra. 1,5 kör van hátra. És azért az a 3 másodperc most már aggasztó lehet számára. Hát itt szerintem le fog csúszni dobogóról. Nagyon csúszkál a ketőrem, 3.-4. hely. És Tóth Pitlós! És is rontja! Hát... gyerekek. Ilyen nincs. Dráma a verseny végén. Kiindulva, pedig még ettől számára ez is jó eredmény. Hát... ugye, hogy mit csináltam McLarenbe, mindig kiesett szinte a futam elején, most viszont... most majdnem a falba, szépen bent végig. Hát igen. Azért csak sikerült egy kis drámát összehozni itt a srácoknak a végére nekünk. Úgy viszont, hogy a Ferrari az... hát a legtöbb pontot szerzi. Igen, bár ez nem az olyan állása. Kezdése számítottak. Nem ilyenre, hanem hogy valamelyikük nyer. Jobb kezdés is lehetett volna. De hát már ez is nagy sor egyáltalán, mert Mars, ahol járt ott hátul a 6. helyen. Most meg a 3. helyen járták. Jól lecsapott a lehetőségre. Kihasználtam összesen alkalmat, alávágás tökéletesen működött. Jó csinált a taktikáit, és talán a... és megérdemelte, nyeri meg a futamot valószínűleg. Az előző szezon sok kiesése vagy akkor nézzük szenvedő sebefutót. Alanként. Fordul át célegyenesre Sági Dávid, hogy megnyerje a 2019. évi Ausztrál nagydíjat, a nyitó nagydíjat. Ezzel ő vezeti a bajnokságot. Másra pedig egy harmadik, hát így nyilván ez az első 3 sorrend, vagyis hát ez lent az első. Vagy neki megy végig a végén Ságinak. Tóth Miklós bejön a 4. helyre a hiba után. Várhegyi Bence! 2 Force India egymás mögött. 6. hely. Ez elég jó. Csapatbajnokság 3. helye, ha így tippre. Halső részre számolok, nem tudom hány pont, de 3. helyenek mondanám, összetettben. Jó, ez jó kezdet, ők is jó kezdtek. Így van, erős kezdet. Is, de ez is jó eredmény, szerintem. Így van. 5-6. 7. helyen jön a Varga visszatéréssel. Vagyis hát kezdése ebbe a ligába. Szerez pár pontot a McLarennek, és érkezik Benkő László a 8. helyen. Aki talán egy kis mámoros hangulatban oda is bőgeti a motrot. És végül kis Barnabás kiesett. Körhátrány volt. Leintették, bejött 9. helyre. Hát akkor
ez a végeredmény. Két kieső, Pécsvári és Elekes, akik tavaly még csapattársak voltak, ez is érdekes. Én úgy gondolom, hogy ezzel véget ért a futam, és ez... És majd a héten, nem tudom, talán a héten egy Suzukát még... Befótoljuk. Közvetítünk, én úgy gondolom. A tervek szerint, tehát még a héten a előző heti futamot le fogjuk adni még Detroit előtt. Ha minden jól megy, de ha nem, akkor... Akkor pedig utána, tehát a jövő héten mindent elkövetünk a siker érdekében. Én ezzel el is búcsúznék, köszönöm szót mindenki nevében. További szép estét, jó éjszakát, sziasztok, köszönöm a figyelmet.